Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az eredeti fénytemplom visszavonulásán. Örülök, hogy ennyien együtt gyakorlunk. Megköszönöm Imre bevezetőjét. A szamuráj kard egy nagyon érdekes hasonlat, mert nem csak a japán kultúrában, hanem más mahajána országokban is a tudatosságot egy kardhoz hasonlítják. Ha helyesen használod, akkor az illúziók fájtlát kötelékét vágod el az éberség kardjával magad előtt. Ha viszont elkezdenél csak magadra gondolni és magadnak dolgozni, a kétélű kard ugyanazzal a mozdulattal téged is meg tud sebezni. Nagyon sokan azért jöttök ide, hogy végre biztonságot találjatok, és végre a bizonyosság tudatában járjátok az utat. Az en több szempontból megrengeti ezt a hitet, úgy, hogy egy teljesen más módon adja neked vissza. Az ideák helyett a tapasztalat útján. Az elővételezett bizalom helyett már a működő hagyomány útján. A kezdés mindig reményteli és félelmekkel teli. Amikor haladsz az úton, akkor a remények és félelmek is eltűnnek. És amikor elérsz egy bizonyos stabilitást, tisztaságot, akkor megtartóztatod magad attól, hogy további reményeket és félelmeket gyárts. Az illúzióvesztés senkinek sem kellemes, de az igazság tudata az nagyon kell. Hogyan egyeztethetjük össze a kettőt? Az illúziók elvesztése és az igazság tudata, az elmélettől a gyakorlatig, a teóriától a tapasztalatig tartó út az nem könnyű. Ekkor veszítjük el utolsó morzsáit az infantilizmusnak, a kötöttség olyan állapotának, amely nem visz sehova és nem eredményez semmit. Ekkor tudjuk, felnőttként, autonóm személyiségként szemlélni az utunkat, magunkat és másokat egyaránt. Ez a szellemi felnövekvés a zen. Eljuthatsz nagyon komoly, lényegi tapasztalásig, sőt, meg lehet benned már korábbi gyakorlat eredményeként, De ha nem tudod felnőtt fejjel, éber tudattal, együttérző odafordulással használni, akkor a sok-sok bölcsesség semmit sem ér. Húsvét van, legnagyobb nyugati bóthiszatvánkat ünnepeljük, így tavasszal, és felmerülhet a kérdés, hogy valójában mit tanított. Mit jelent a feltámadás? Mi a kis én halála az élet keresztjén? És mi az, ami tényleg bennünk újjászületik a sok-sok újra születésen keresztül. Akkor nyeri el az értelmét az a felirat, hogy a lelket csiszoljuk, és nem pusztán egy kardot kapunk. A tudatosságot, az éberséget gyakoroljuk, melynek következménye, szükségkép, a nem dualisztikus bölcsesség, a cselekvő együttérzés és az önzetlen segítség minőségeinek a megjelenése. Ezért vagyunk itt. A személyes és kollektív feltámadásunkért azért, hogy új emberként menjünk ki lehetőleg egy templom kapuján. Semmi más nem kell eltemetned, mint a saját téves nézeteidet, kapcsiságodat és haragodat. Ekkor az az új, amely örökkön ott van benned, az megmutatkozik frissen. Kinek van kérdése a zen gyakorlatot illetően bármilyen? Az az elmének egyfajta működésére szeretnék rákérdezni, hogy van, az ember saját magában képzeletbeli párbeszédeket folytat valós emberekkel, akik nincsenek éppen ott, és adott esetben még akár okosságok, megoldások is felszínre kerülnek ebben a párbeszédben, de kérdés az, hogy ez mennyire valós, mennyire igaz, és régebben, amikor ezen kaptam magam, akkor sokszor mérges voltam magamra, hogy tulajdonképpen elfecsérelem az energiámat ilyen dolgokra. Aztán most már inkább csak mosolygok ezen. De azért valahogy sajnálom, hogy, hogy ez, ez egy nem egy igazi, nem valós dolog. És igazából azt szeretném kérdezni, hogy ilyenkor, amikor a párbeszédben én vagyok a kérdező, és az elképzelt figura a válaszoló, igazából kiválaszol, és mennyire lehet bízni ebben a válaszban, vagy mit lehet ezzel kezdeni? Tapasztaltad-e azt a tudatot, ahol még nincs semmilyen verbalitás? Nem, hogy párbeszéd, még monológ se. Megvan -e ez? Oké, okay. akkor akárhány tagú a párbeszéd, mindig ki tudsz belőle jönni. Néha nem csak két-három hang van az ember tudatában, jóval több. A saját kis mini parlamentje és vitatkoznak. Nagyon fontos, hogy ne azonosuljunk egyikkel sem. Szép, lassan vegyük ki az energiát abból a gondolkodásból, amely ezt a verbalitást okozza. Ez nem jó vagy rossz, ez egyszerűen szokás. Hogy tudod ezt a mindennapok szintjén tapasztalni? Az elme megbeszéli magával a saját határidő naplóját, teendőit, prioritásait. Ezt hívjuk az elme fecsegésének. Így gyakorlatilag önmagaddal beszélsz. És ezzel nincs is probléma, csak ne menj ki úgy az utcára, hogy ez még tart. Van, amikor az van, amit te mondasz, hogy benned különböző megszemélyesülések, egyfajta avatárgyűjtemény elkezd beszélni egymás közt. Ilyenkor az elméd már jobban megoszlik. Ha elvész az a tudatosság, amely gondolkodás előtti, verbalitás előtti, akkor az éberségeddel elkezd játszani ez a sok-sok hang. És hogyha elveszíted az éberségedet, akkor kitör a vihar belül. Ha ez tartós, bele lehet őrülni. De ahhoz nagyon-nagyon sok helytelen döntést kell hozni, hogy az ember ébersége feloldódjon, eltűnjön a saját karmájának a viharában. Idáig nem kell eljutni. Amikor ide jössz és leülsz, nagyon sok embernek olyan a tapasztalata, mint egy fővő kuktáról lerántanák a fedelet, és ami csak benne van, az így csap kifele. Ez is rendben van. A meditáció megtanít minden gyakorlót átjárni azokat a küszöböket, amelyeket eddig nem mert átlépni, kinyitni a kékszakáló herceg várának azon szobáit, amelyet még nem mert látni. Megtanuljuk, hogy a psziché hogyan működik. Megtanuljuk az ajtókat kinyitni és visszacsukni, a verbalitást üzemeltetni úgy, hogy ne a szavak definiáljanak minket, hanem mi éljünk a szavakkal helyesen. Úgyhogy tapasztald meg azt a tudatot, ahol nincs verbalitás. utána bejöhet az, amikor egyetlen egy gyöngéd sugalmazás jön, hogyha hibáznál, és akár követed, akár nem, az ott van. Ezen kívül az elme elkezdhet fecsegni a saját komponensei között, adhat neki arcokat, ismert vagy ismeretlen figurákat. Az egyetlen egy feladatod az, hogy ne vesz bele. Tudj kijönni belőle. Tudd a tárgyatlan tudatot megvalósítani tudj visszatérni a gondolkodás elé. És amikor ez megvan, akkor a karmád nem uralkodik rajtad. Amikor a saját mini parlamentedben a házelnök elkezd erősködni, akkor a több ilyen hatalmas félelem van, az egy más típusú elme bajt tud eredményezni. Azt sem hisszük el. Nem ragaszkodunk a karmákhoz, nem hisszük el, nem azonosulunk azzal, ami éppen belül történik, Megtapasztaljuk az eredetét, a létrejöttét, birtokba vesszük annak a teremtő mozdulatát, tehát elismerjük a saját felelősségünket, és helyzetfelismeréssel, kapcsolatteremtéssel, helyes cselekvéssel használjuk ezt a karmát. Ekkor éred el azt, hogy nem a korábbi szokásaid határoznak meg téged, nem a karmád használ föl téged hanem mindazt, amit magaddal hoztál a hátizsákodban, helyesen használod más lények megsegítésére, beleértve saját magadat is. A legnehezebb dolog magadat nem alá vagy fölé rendelni a többi embernek. Mi ezt tanuljuk? Nem vagy kevésbé fontos, és nem vagy fontosabb, mint a többi ember. Más a karmánk, ugyanaz a lényegünk. Nézd meg, hogy pillanatról pillanatra mi a helyes. És ekkor jó úton járunk. Egyéb kérdés? Nem sokára jön az az idő, hogy a kislányunknak meg kell mutatni a, a szilárd táplálékot is. És felmerült ez a kérdés, párommal beszélgettünk erről, hogy, hogy a húsokat, tehát a, a húst azt már kezdjük el a hozzátáplálásnál adni neki, és majd aztán ő dönt arról később, hogy esetleg ezt elhagyja, vagy pedig ne adjunk neki az elején, és majd ő dönt erről, hogyha esetleg szeretné. Mi a helyes, mi a korrekt hozzáállás ehhez? Detektívet mi? kell hívni. Úgy hívják, hogy ételdetektív. Ez egy olyan szolgáltatás, amely az emberi lény, akár gyerek, akár felnőtt vércsoportját, enzimkészletét, teljes biológiai diszpozícióját felméri, hogy milyen számára az aktuális és ideális táplálék. Tessék elvégezni a tesztet. Ha ezt az én életemben, 12 éves koromban megcsinálják, akkor nem kínlódom 7 évig a helytelen táplálékkal, és mire rájöttem 19 évesen, hogy a hús engem megmérgez, addigra nagyon sok szenvedésen túl voltam. Tehát tessék a gyereknek megadni azt a lehetőséget, hogy egy minimális vérmintával teljes enzim vércsoport, emésztőnedv és egyéb elemzést elvégeztetni, erre gyönyörű vizsgálatok vannak, tessék beruházni, és ki fogja dobni a papír feketén-fehéren, hogy a gyereknek milyen táplálék kell. Annak a függvényében, hogy milyen lelket hozott le, keverte ki a saját DNS-ét a fogantatás pillanatában, vette fel a testet, és eszi a táplálékot. Csak a neveltetésnek van egy ilyen elképesztő felelőssége, hogy segítsd a gyermeket ráébredni önmagára, fizikai valójára is. És most ez van napi renden. Utána lelki miben létére, karmájára is. Így. Szívesen. Meditáció során azt vettem észre, hogy adott pont, tehát Nekem volt egy ilyen, amit a kezdők szerencséjének hívnak, hogy már sok évvel ezelőtt belekostoltam az üresség egyfajta előízébe, mondjuk így. De utána aztán a karma visszacsapott, vagy az ego visszacsapott többször is, egyre durvában. És akkor egy idő után... Megszületett bennem az a vágy, hogy vagy az az elhatározás, hogy ezt szeretném a lehető legmélyebb szintig kitisztítani. És azt vettem észre, hogy ahogy a, a, egyre mélyebbre megy az ember, egyre sötétebb és ijesztőbb rétegek vannak. És arra lennék kíváncsi, hogy honnan lehet elég bátorságot, bizalmat, stabilitást. Összegyűjteni, hogy az ember képes legyen a legmélyebb rétegekkel is szembenézni. Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Jó, kezdem a rosszal. Nincs vége a mélységeknek. Addig mész, ameddig akarsz, és csak te mondhatod azt, hogy elegem van a karmám hasogatásából, kész, vége. Idáig tart. Hát a saját tudattalanod, mélypszichológiád felfedezése, az végtelen. És valójában körben forogsz vele. Úgy tűnik, mintha mennél valahová, de valójában körben forogsz, a középpontban pedig te vagy. A jó híd az, hogy ennek nem kell így lennie. Ajánd föl az érzelmi karmádat konszemból a gondolati karmádat muszúból szállnak, a cselekedet Karmádat deheng bolyomból szállnak, szamantabadra, és a beszéd karmádat pedig dzsidzsánkból szállnak, sitigarba. Ekkor kötöttél szövetséget magasrendű lényekkel. Mit gondolsz, miért éneklünk naponta háromszor? És mind a háromban benne van ezen négy buddhiszatvával való nagyon közvetlen viszony, a velük való tudati egyesülés, a karmák megnemesítése az ő illetve lényükön keresztül. Egyedül ez nem megy. Tehát amíg a saját individuumot körül ez az egész, addig egyre lejjebb, 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 kevesebb energia, bonyolultabb karma, és totálisan be tud borulni az ember az önjavításba, az öntisztításba. Ezért kell földisíkon a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármassága, és így síkon ez a négy minőség, amely a gondolatból bölcsességet, az érzelemből együttérzést, az önző cselekedetből, önzetlen cselekedetet, és a puszta beszédből fogadalmat gyárt. Ez az a transformáció, amelyet szinte mindannyian keresünk ezzel tudod leállítani ezt a spirálist, amely belül benned csak akció, reakció, múlt, jelen, jövő. Ezzel nem jut semmire. A Jémánc útra így ír. A múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ebből következik, hogyha bármilyen dualitásra szét vagy tagolva, énre és másra, világosra és sötétre, magasra és mélyre, ugyanúgy nem tudod elérni a felébredést, azt a fajta egységállapotot, amely ebben a pillanatban tisztán jelen van, mert a tudata tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ha ezt az egyszerűt és tisztát újra és újra tapasztalod, nem kell külön karmikus tisztító mű. A pillanatnak a tiszta tapasztalása beindítja a lélek öntisztító képességét. Ez a tudatosodás. Ezért nem kell manuálisan gondolatokat gondolattal a helyükre rakni, mert pontosan azzal zavarod föl. Érzelmeket érzelmekkel megnyugtatni, mert azzal kavarod föl, és a többi. Tehát a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat éberségének a fényében minden karmád a megfelelő helyre kerül, és ott marad. Honnan tudod, hogy ott marad, mert nem mozog többet. És ekkor tudod megfelelően használni azt, ahogy azt a korábbi kérdéssel mondtam az életem folyamán, ha valamit vágyam volt, el akartam érni, általában elértem, de nagyon nagy erőfeszítés árán. És az az érzésem van, hogy ez az erőfeszítés miatt elvesztettem az érdekeltséget, amikor megkaptam. És utána már elfolyt, kifolyt, nem volt érdekes tovább. És ez nem tudom, hogy hova tenni ezt. Most már lassan ott vagyok, hogy ne, 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 ne csináljuk erőfeszítést semmiért. Miután elvesztetted az érdeklődést az erőfeszítés tárgya iránt pedig megkaptad. Utána mi következett? Általában üresség. Tehát elvesztetted, így van? Igen. Ebből mi következett? Nem tudom. Segítek, újra meg kellett szerezni. vagy a helyére mást ugyanolyan vagy hasonló erőfeszítéssel megszerezni, behelyettesíteni. Ez egy kicsikét rávilágít az ember sziszűfoszi és prométeuszi természetére egyszerre. Nem vagyunk hajlandók úgy alkut kötni a világgal, hogy egyszer csak ne nekünk legyen igazunk. Ekkor, mivel az élet célja a küzdés maga, ha nem tudjuk egy újabb harcban definiálni magunkat, akkor inkább elveszítjük, csak hogy újra lehessen kezdeni. Szeretnéd? Nem tudom, hogy mit szeretnék. Ezért kezded mindig újra. Tehát, ha egyszer másnak ajánlod fel a munkád eredményét, a törekvésed tárgyát, akkor az a dolgok természetes kör folyamatába illeszkedve visszatér hozzád, mint eredmény. Mások által. És akkor kezdhetsz valami újat, úgyhogy nem vesztetted el az előző eredményét, csak felajánlottad, megosztottad másokkal, közkincsétetted, és a többi. Akkor van értelme az újabb törekvésnek. Mert nem csak rólad szól, nem állsz le hanem megújítod magad. Erre a megújulásra nagyon nagy szükségünk van. Nagyon sokszor megmagyarázhatatlan módon kitűnő családok elkezdenek építkezni, hétvégi ház és a többi. Felépítjük az életünket, beletel tíz év, megvan, jön a vállás. Tehát vigyázzunk azzal, hogy pontosan milyen eredményeket szeretnénk elérni, és hogyha elértük, mit teszünk velük, hogyha rosszul sáfárkodunk a saját elérésünkkel, úgy érezzük, hogy ránk zuhan, megfolyt, megöl, és a többi. És akkor gyorsan eldobjuk magunktól, csak azért, hogy elérhessük megint, hogy az átmenet állapotában legyünk megint, a beteljesületlenség bardójában küzdhessünk megint, és nehogy elérjük, mert akkor meghalunk. Az élet célja persze a küzdés maga, de hogyha elérsz valamit, az nem bűn. Az nagyon fontos, hogy az az elérés ne csak a tiéd legyen. És akkor, ha felajánlottad másnak, ha megosztottad mással, akkor egy újabb fejezet nyílhat. Ekkor már nem hiába való. Kaptam néhányszor ezt a tanítást más tanítóktól, hogy a létforgatag és a nirvána ugyanabból az alapból kell fel. Valahogy nekem mégis van egy két tejem ez irányba, hogy akkor mindegy, hogy melyikben tartózkodom. Tehát, hogy... Tehát, hogy... Azt kitanította neked, hogy mindegy, hogy melyikben tartózkodsz? Hát ez úgy következne logikusan. Ezt te gondolod így. Ne legyél a saját logikád rabja. Nem, nem gondolom így, épp azért kérdezem, tapasztalatom alapján a, a, a többé-kevésbé szatvikus életmód, az, az a, vagy ami talán közel áll a nirvánához, az könnyebb, vagy, vagy, vagy feszültségmentes. Könnyebb? Hát feszül... Próbáltad egy kicsit hosszabb ideig művelni azt a szatvikus életmódot? Hát olyan nagyon hosszú ideig nem. Ugye, előjönnének azok a feszültségek ide nekem. És akkor mit tanácsolsz, hogy tehát, hogy mi a helyes életmód, vagy hogyan viszonyuljon az ember a, a létforgattakban felelhető különböző opciók, a nirvána felé vezető út, vagy a pokol felé vezető út, tehát hogy hogyan... hogyan... Miért gyakorolsz át? A szenvedés megszüntetése miatt. Ha megszüntetted, mit kezdesz vele? Mások szenvedését is megpróbálom megszüntetni. Helyes. Ez az a motiváció, amely megfelelő döntést hozat veled. Hogy a poklot vállald, vagy a mennyországot vállald. Mert ez, hogy hogyan segíthetek, túlmegy ezeken az állapotokon. Szunkszenzen mestert egyszer megkérdezték, hogy nagymester, Hová megy a halála után? És azt mondta, nagy mosolyal szunk szánkusz, hogy én a pokolba. Ezt teljesen, abszolút leverte a kérdezőt, hogy nagymester, a pokolba, hát maga megvan világosan, hát mindenki tudja. Miért mondja azt, hogy a pokolba megy? Mert azt mondja hogy hát azért, hogy ott nyissak zeneközpontot. Jó? Tehát ne ragaszkodj se a szomszárához, se a se a pokolhoz, se a mennyországhoz. Ezek egyébként is szélső értékek és ideál képek. Mi a helyes irány? Ébredj föl, segíts másokon. Ez fogja eldönteni, hogy épp akkor mit kell vállalni. Egy napja vagyok itt, és elindult egy folyamat, ami, ha jól érzékelem, az éneklés hatása és az éneklésnek egy dolga indult meg, csak nem tudom, hogy ez a folyamat, a, hogy visszaköszön mindig meditáció közben is az éneklés. Ez, ez, ez normális? Normális. Ezt úgy hívjuk, hogy a lélek visszhangja. Tehát beletessz el teljesen más tartalmat, mint eddig, és a lélek nagyon mélyen megérzi, hogy ez miről szól itt még racionális tudattal messze nincs megfogalmazva, az majd később jön. A lélek érzi, hogy ez tisztít, nem esít, felemel, és ezért újra és újra ismétli a mantra részletet azért, hogy ez megtörténjen. És ez rendben van. Csak amikor arról van szó, hogy tisztán láss, tisztán haj, tisztán cselekedj, akkor meg legyen az. De az, hogy rátapadsz egy mantra részletre, és abból végtelen ciklus lesz, az egy teljesen természetes folyamat, nota benne, hogy ilyenkor érdemes a tanítóval beszélni, és elmondani ugyanígy, hogy szúnyim, ez történik, hogyan tovább? És akkor megvan, hogy hogyan tovább. M Mivel nem nagyon ismerem a koreai nyelvet, így... Csak hangok jönnek, igazából semmi más nem jelenik meg, és nem értelmes. Ez se probléma? Ez se probléma. Jó, Én üzletkötő vagyok nap mint nap, és hosszú távokat teszek meg, tehát egy hónapban ilyen 6500 kilométert, is, hogy eltereljem így a gondolataimat, meg hogy tiszta beszédet hallgassak így a te Szent Arba beszédedet szoktam hallgatni, meg az énekeket, és ugyanazt a lelkesítést veszem át én is, ahogy a, előbb a, az előtte Imre beszélt, és én is azt vettem észre, hogy amikor hallgatom a Darma beszédet, vagy a dalokat, akkor mint hogyha nem is ott lennék. Tehát én vezettem az autót, de közben máshol vagyok, tehát lelkileg szárnyalok és én ezt a vásárlóimnak át tudom adni ezt a lelkesedést. És uh, én sem értem sokszor, hogy mi van, mert én sem tudok se szangszritul, se más nyelven, de a lélek biztos érzi, hogy jót hallgatok. Biztos arra van szüksége, és uh, nem csak az én szenvedésemet tudom ezáltal megszüntetni, hanem, hanem a jó érzés, amikor bemegyek a vásárlókhoz, és azt mondják, hogy milyen jó, hogy megjöttünk, mert érezzük, hogy más a levegő, más az illata, feldobtál minket teljesen. Ezt jónak tartom, és volt, volt múltkor egy érdekes szituáció, hogy pont a darma beszédet hallgattam, amikor váratlanul velem szembe szabálytalankodott egy, egy autó, és áttért az én oldalamra, és velem szembe jött és hallgattam a dharma beszédet, és semmi félelem nem volt bennem. Csak annyit mondtam, hogy ó Isten, mennyi volt. <laughs> és lelassítottam az autót, ameddig tudtam, addig kimentem az út szélére, és utána ránéztem az illetőre, és mondta, ó, bocsánat, és visszatért. Tehát elég közel volt a két autó egymáshoz, de, de olyan érdekes volt, hogy, hogy ez a nyugalom, az a tiszta hang, amit hallottam, tőle darma beszéd közben, az tehát semmi félelem energia nem volt bennem. Most én kapjak szívszél Hogy <laughs> <vagy> mik <még> történnek <laughs> a közben, hogy te darma beszédet hallgatsz? Ha igazán hatásos én, tett én óra, akkor a csákó át se tér a te oldaladra. Hát örülök, hogy... Vagy... <laughs> hát akkor lehet, hogy ez volt a <laughs> De olyan érdekes <laughs> volt tényleg, hogy... Légy éber, ha volám mögött, akkor ott, ha máshol, akkor máshol. Hogyha közben szól a darmabeszéd, és nem gátol maga a verbalitás, örülök. Mm -hmm. De ha gátol, kapcsolt ki. Képzeld el, valaki frontális ütközés szenved el, megnézik, hogy mit csinált. Ugye elektronikusan az utolsó. Jó, és akkor jó napot kívánok, egy pár kérdést szeretnék föltenni. Óvatosan. Mit szeretnék kérdezni? Hát, hogy így lehet-e folytatni, mert engem Láthatóan lehet lehet, mert életben vagy. Igen. Igen. Úgy érzed, hogy esetleg több terméket adsz el így? Most nem az a lényeg, hanem hogy... De! Nem csak az a lényeg. Jó, most mondhatom, hogy kellemes a hasznossal, mint egy kereskedő, de úgy érzem, hogy nem csak kereskedő vagyok a vásárlóim számára hanem inkább az, hogy szenvedésüket áttransformálni lelki boldogságá, mert mindig meg szokták kérdezni, hogy mit csinálsz. Ilyenkor próbáld meg azt is elmondani nekik, hogy nem csak a dobozos szerszámgépet kéne megvenni, azt a fajta lelki szerszámkészletet kellene megtalálni, amelyel elkezdhetnek helyesen szerelni, működni. És hogyha így teszel, akkor nem érzik azt, hogy meg akarod téríteni őket valamire, hanem ráébreszted őket valami olyasmire, ami már ott van, csak ben van a garázs mélyén, és el van torlaszolva ilyen használt gumiabroncsokkal, meg dobozokkal, meg téli ruhákkal, meg egyébként. És akkor talán föltesznek egy olyan kérdést, amely nem csak a következő fülészlapra vonatkozik, hanem valami olyasmire, amelyel a saját akadályaikat át tudják vágni. Úgy legyen. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Technikai jellegű kérdésem lenne, kezdő meditálóként. Mindig felmerül bennem az a kérdés, hogy így a meditációnak vannak szakaszai, és tehát ennek vannak testi tünetei, illetve vannak testi korlátaink, és tehát ez, amikor ilyen nagyon gyorsan vibrál az ember szeme, vagy tehát az enyém például, illetve elkezd spirális alakban haladni az energia, vagy testi rángásai vannak az embernek, azt gondolom, hogy normális, és hoz Egy ideig. Egy, ideig, egy igen, ideig, igen, és folyamatosan egy olyan érzésem van, hogy ez még csak a kapu, tehát hogy ez a szint még csak a kapu, mert a cél ugye a tükörszerű tudat Azt elérése, célja. az, az biztos, pedig egy olyan igen. lenne, nem? mint ha az ember így Ezek egy köztes fázisok, a... ezeket jól látod, csak igen. lásd a lélek és test egymásra hatását. Tehát ahogy különböző érzelmi gondolati rétegek megnyilnak, nem biztos, hogy ezt fogalmilag vagy bármi módon le tudod képezni. Azon nyomban szomatizálod, tehát rámegy testre. És ezek nem jók és nem rosszak, de ilyenkor érdemes feltenni a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Uh -huh. És teljesen mindegy, hogy milyen válasz jelenik meg, milyen sorozat jelenik meg a képernyőn, vissza kell térni a kérdéshez. És ez a kérdés ki fogja tisztítani azt a karmát, ami a gyors szemhéjrángást, az egyéb testi tüneteket, és stb. 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 okoz. Hasonlít egy kicsit ez tényleg az Aladin és a csodalámpa című meséhez. A szufik tudtak valamit. És ha megnézed, akkor igazi önvalónk tapasztalata tényleg annyira eseménytelen, és annyira disztelen, és annyi munkát kíván, mint amikor Aladin keresi a csodalámpát. Épp annyira veszélyes, mint amikor a barlangban ugye meglátja a saját gyönyörűséges karmáját, a tehetséget, a képességet, a hajlamot a sok-sok kincs és gyümölcs és egyéb formájában. Nem véletlen, hogyha elkezd ragaszkodni hozzájuk, akkor ott ragad a barlangban, kövé válik, és nem tud tovább menni az úton. Ha pedig csak a csodalámpát részesíti előnybe, mit tesz? Ki kell hozni a barlangból, a napvilágra, tehát tudatos tapasztalás kell. az erőfeszítés smigliével, homokjával szépen fényesre kell csiszolni. Tehát amiket itt látsz, az mind a barlangodnak a különböző tartalma, különböző ládái, és innentől kezdve semmi dolgod vele akár mantrával, akár kérdéssel kiemeled a tudatosságot ebből a mozgásformából, nem azonosulsz vele, nem ítélsz fölötte, az ébességed egyszerűen tovább megy, a mozgáson innen. És akkor megtalálod a nem mozduló tudatot, a mozgásba tett energiát vissza tudod forgatni, akár megláthatod, hogy mi volt az a tudatforma, amely generált azt a mozgást, de nem szükséges ahogy a konyhai szemetet se szoktuk megszámolni és kartatékolni, hanem egyszerűen kidobjuk. Jó? Köszönöm szívesen. Nekem Hanvas Béla kedvenc íróm, a karneválban van egy mondat, ami egyfolytában csöng a fejemben, és nem tudom értelmezni, amikor azt mondja, hogy nem tudod megváltani magadat, csak mást tudsz megváltani hiába erőlködsz, sose fogod megváltani magadat is. Nem, egyfolytában ott van a fejemben, én úgy értelmezem, hogy azáltal, hogy segítek valakinek a megvilágosodásban, esetleg azáltal megvilágosodhatok, de ez feltételezés. József Attilának van egy nagyon hasonló két sora egy költeményben, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Jön ez. Tehát a megvilágosodás elérése, amennyire egyéni erőfeszítést is követel, ugyanannyira nem magánvállalkozás. Tehát közös gyakorlattal a szanga olyan erőfeszítést tud képviselni, amit az egyének külön soha. Ezért van óriási ereje a meditációnak. Az első teljes napon vagyunk túl. Még mindig van tért fájdalom, fizikai probléma, ezt lehet érezni a teremben. Remélem, hogy hétfő reggelre már olyan éberen, stabilan tudunk együttülni, hogy semmi mozgás nincs a teremben. És amikor ez beáll, akkor valami elképesztő ereje van a nem mozduló tudat éberségének. Itt nem egymáshoz adódnak az emberek, itt egymást szorozzuk meg felé. Egyéni erőfeszítés, közös gyakorlat. És ez meg fogja nyitni az utat úgy, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy most én, meg a más, meg magamat, mást hogyan segítem. Teljesen természetesen meg fog mutatkozni, mert a szangához a másik két nagyon értékes komponens hozzájárul, a tanítás, a tarma és a tanító személye. Amikor ez a három jelen van az életedben, akkor haladsz a hagyomány útján. És ekkor ez, ezek a kérdések minden helyükre kerülnek. Szungszánszönyém nagyon egyértelműen fogalmazott, valaki éhes, enni adsz neki, valaki szomjas, inni adsz neki. Ha fáradt vagy, pihenj. Ha álmos vagy, aludj. Jó? Lehet, hogy most tovább a kérdés, csak most így beugrott az előttem szólóhoz kapcsolatban egy gondolatom, hogy az, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, az lehet úgy is gondolni, hogy amíg én van, addig önmagam, az én azt nem tudom megváltoztatni, mert voltak éppen addig ego is van. Megkérhetlek szépen arra, hogy ezt a mondatot úgy, ahogy van, tedd bele a papírkosárba, és ne is vedd ki onnan, kazán. Jó. Bonyolult. Nem segít bonyolult? Rajtad. Igen, bonyolult. Hát csak ez ugrott be, bocsánat. Ugorjon is ki. Jó. Nagyon jó. Egyéb kérdés? egyik kedves gyakorlatásunk volt kint veletek korábban, és hozott haza onnan egy olyan gyakorlatot, egy kidó nevű gyakorlat, a nagy együttérzés Dálénk a a kilencszerű ismétlése. Én erről a gyakorlatról szeretnék többet tudni, hogy mi ennek a hagyománya, mire szolgál, mit lehetne erről tudni? A nagy együttérzés mantrája az egyik legerősebb transformatív mantra, amit valaha kipróbáltam, és ez az a mantra a nagy együttérzés Dárani, amelyel Szumszánszonyi és más kitűnő szerzetesek elérték a megvilágosodást. Tehát, ha ezt az ember az elme fókuszába helyezi, ezt teszi a legfontosabb helyre, akkor ez lesz az, ami dominálja a tudatát. Mi ezt tudatosan megválaszthatjuk. Tréningezhetünk, rászoktathatjuk magunkat, és a kidó, az energia útja, az pont ezt jelenti és a kilences ismétlés az ugye a kóstoló. Van több is. Amikor eljutunk a napi 108-hoz négy adagban, az már egy eléggé erős együttérzés és tisztítótréning együtt. És innentől kezdve a felső határ az tényleg az ember tűrő és állóképessége, úgy, hogy a zen nem pusztán aszketikus vagy atletikus gyakorlatot tanít, hanem az egyensúlyt tanítja az aszkézis és az erő vagy energia alapú gyakorlatok között. Tehát amikor leborulást végzel, több százat esetleg naponta, az egy atletikus gyakorlat. Amikor ülsz 8-10-12 órát mozdulatlanul, az egy aszketikus gyakorlat. Más testtípust kíván, más hozzáállást kíván, de az alapcél ugyanaz. Az alap irányvétel ugyanaz. Úgyhogy a nagy együttérzés, azaz Nila Dharani, az az egyik legnagyobb kincsünk. És mellé tesszük a Yang változatát, a Yinnek, ez pedig a Pratyangi a Surangama mantra, és a kettő együtt egy fantasztikus párost alkot, az egyik, a sulangama, a buddha tanításának kiáradása a korona csakrájából, a másik, a nilakanta dárani pedig avalokítés sorra bóthiszatva, az együttérzés bóthiszatvájának eredeti energiája. Mind a kettőre egyaránt szükségünk van. És hogy meglegyen a harmadik fontos komponens, ez pedig a meghaladó bölcsesség szíve szútra, a prajnapáramita szútra, amely meghalad minden önképet, meghalad minden hamis identitást, segít levetni minden illúziót, amit valaha tároltál a tárház tudatodban, és magadra vettél a választó tudatodban, amit valaha ítéltél magad és mások fölött, ezeket mind lesöpri a tiszta tükör felszínéről a meghaladó bölcsesség szíves szútra. Úgyhogy a három együtt, ez az a törzsanyag, amivel érdemes dolgozni, és természetesen minden más mantrának és szutrának hatalmas szerepe van, és fontosak a gyakorlatunkban, de hogyha ezt a hármat megérted, megszívleled és gyakorlod, akkor ez a zennek azt mondom mantra szintjén az a fajta alapcsomagja, amiben minden szükséges benne van. Az ezer szem és kész útra még egy ilyen komoly uh, eszközkészlet, ezen belül érdemes a nagy Dáranit ismételni, egyébként így is szoktuk. A surangama pedig egy teljes korpusz önmagában, úgyhogy annak külön keret nem kell. A meghaladó bölcsesség szíve szutra az az egyik legfontosabb biztosíték, hogy nem fogod az énségedet újra teremteni a korábbi formák bármelyikében hogy nem fogsz megbetegedni a saját tapasztalatodtól. Nézd meg, hogy miért van benne az, hogy nem, nem, nem. Sem, sem, sem. Nincs, nincs, nincs. És a végén, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Nézd meg az összefüggést. És hogy miért van a legvégén az a sor, hogy gáté, gáté, pará, gáté, pará, szangáté, Erről szólt az összes szútra előtte, és akár a rövidített prajnapáramita, vagy a teljes hosszú prajnapáramita, amely több tucat oldal, ebben az egyetlen mondatban kulminál, hogy menj, juss át a túlsó partra, válj buthává. És amíg hamis identitást, illuzórikus önképet őrzöl, ragaszkodsz hozzá, azonosulsz vele, addig nem jutsz át. Ezért ennyire fontos ez. Egyéb kérdés? Hát, hogy én azt szeretném kérdezni, hogy főleg hétköznaponként, de hogy én ilyen nagyon feszült szoktam lenni, és emiatt rossz vagyok, hogy, hogy, hát, fáradt szoktam lenni, és hogy mit, mit kéne csinálnom, hogy így nyugodtabb tudjak lenni, vagy nem tudom. Sára szeretsz énekelni? Hát igen. Oké. Okay. Adok neked egy alvó madrát. Az alvó mantra olyan, hogy ismételed ezeket a szótagokat. Om, nám, om, nám. És közben figyeled a lélegzetet. Ez a mantra az univerzum a maga tisztaságában. Ez azt jelenti, hogy az összes napi stressz, az összes feszültség szépen kioldódik belőled, és mire a hetedik omnámot elmondanád, már alszol is. Jó? Van egy ehhez tartozó kép is, az univerzum a maga tisztaságában, egy gyönyörű grafikus ábrázolás. Ugye édes jó éppen vizuálisan nincs rosszul eleresztve, úgyhogy szerintem a tehetség átjön a következő generációra, ha szükséged van rá, azt is megmutatom és azt is használhatod. Ránézel elalvás előtt, segít a tudatból kitisztítani azt a sok-sok mindent, amire nincs szükséged, de mégis ott van, és akkor a mantra jobban működik. És a mantra sepri jobbra, sepri balra, Oh, nem, oh, nem, és hogy lélegzel, egyre jobban ellazulsz, elalszol, szépet álmodsz, és reggel frissen felébredsz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan szerezhetném vissza az ihletet, ha elvesztettem? Honnan jött az az ihlet, amikor megvót? <laughs> Azt nem tudom. <laughs> akkor a nem tudomba kéne visszamenni, és onnan megint lesz ihleted. A nem tudó tudat, azaz a nem tudható, de tapasztalható való, ez nem információ hiány. Úgy kezdődik, hogy nem tudod, mit csinálj. Vagy most éppen nem tudtam főtalálni magamat, és így leblokkoltam. De ha ezt szépen felfogod, ellazítod, nem azonosulsz vele, és a többi, és a többi, akkor átalakul ez egy tárgyatlan tudattá. És ebből fantasztikus ihletet lehet kapni, csak térj oda-vissza, ezért gyakorlunk tantén figyelmet, hogy a három felső fő csakra tartalma, karmája ne befolyásoljon téged. Néha a saját gondolataink gátolnak meg abban, hogy ihletet állapotban legyünk. Ezért nagyon sok művész, hogy leönti a gondolatait valami kis célzó vízzel, ugye, sok és egy ideig ellazul, de aztán úgy kell összeszedni a padlóról, utána meg bevinni egy-két ilyen helységbe, ahol jó indulatú fehér köpenyes lények segítenek neki. Tehát nem jó az ikletettséget kémiai úton előidézni. Vannak egyéb módszerek, nem sorolom föl, mint rövid és hosszú távon egyaránt káros, de nagyon fölpörget. Tehát ha sem a gondolatokhoz, sem a beszédhez, sem az érzelmekhez, mint termék, mint karma nem ragaszkodsz, akkor előbb-utóbb visszatérsz ahhoz az állapothoz, amelyből azok keletkeztek. A titok, amely nem titok, az, hogy ez csak itt és most tapasztalható ebben a pillanatban. Nincs máshol, nincs máskor, nincs másnál. Csak mi, csak itt, csak most. És hogyha elmered engedni az összes aggodalmadat, vágyadat, múltbéli gyönyörűséges tapasztalataidat, a jövő miatti bizonytalanságodat, akkor ebből a pillanatból minden keletkezik. És ez a pillanat mindent el is nyel. Igazi önvalódban van az alfája és az omegája minden jelenségnek. Ha ezt tapasztalod, minden megjön, és az ihlet mellé még olyan minőségek, mint például a bátorság a kitartás, a határozottság, de nem túl merev gondolkodásmód, és a többi. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy vajon illúzió -e azt gondolni, hogy amikor itt a templom konyhájában főzőcskézek, akkor én immeditálok. Lehet, nem lehet-e, hogy inkább be kéne néha üljek, vagy mert hogy én azt gondolom, hogy Finumát én azt, azt teszem, Hát szoktátok né így jelezni, hogy. igen. Akkor nem illúzió. Akkor jó meditáltál. Hát jó. Tehát emellett persze, hogy hasznos beülni ide, de munkádat köszönve mondom, hogy erre nincs mindig időd. Tehát világos, hogy a gyakorlat, formális gyakorlat, illetve a konyhai tevékenység között néha dönteni kell. Ha tiszta tudattal főzöl, akkor annak nagyon jó, finom eredménye van, ekkor ezt felfoghatok meditációként. Hogyha nem lesz jó, nem lesz ízletes, széttütöd a konyhát, úgy marad, ahogy van, és ez puha, akkor a tudat nem volt tiszta. Akkor a meditáció nem következett be, hanem a karmádnak az elképesztő bonyolultsága szétdobta az egészet. Mindenkinél van ilyen bonyolult karma. De a főzés ez egy nagyon-nagyon jó próba, hogy mit főzöl bele az ételbe. Korán sem csak a materiális hozzávalókat. Tehát mondok neked egy történetet Mangong Szunyim idejéből. Ő nagyon nagy zenmester lett, amikor fiatal szerzetes volt, kortársaihoz hasonlóan, ő is a konyhában kavarta a zöldséget, vagy melegítette a rizst, tehát nagyon sok munka volt. Már akkor is azért nagyon komolyan gyakorolt, és a tudata nagyon tiszta és bölcs volt, de mint fiatal szerzetes, nélkül elvégezte ezeket a munkákat, és egyszer csak, ahogy ott a levesnek a gőze áramlik szépen fölfelé, megjelenik Manjusri a szerzetes színe előtt, ott a fazék fölött, gyönyörű aranyszínű bót hiszatva, és azt mondja, hogy rendelkezel a meghaladó bölcsességgel. Erre magunk személyen fogja a kanalat, és Bú! nyakon cserdíti a megjelenést, amely azonnyiban így megrebben, és magunk azt mondja, hogy Manjusri, ne koszold be a levest. Akkor természetesen eltűnt a megjelenés, és ez így van rendjén. Úgyhogy tiszta tudattal minden étel nagyon finom, és minden konyha rendezett. Ezt a munkát köszönjük neked, és kívánjuk hogy folytasd sokáig. Köszönöm. Szívesen. Zen kultúrkörbe van-e bőjt? Szokott-e lenni bőjt? Ha bőjtölsz, akkor lesz. Egyébként ja. van, és nagyon Ti sok. Ti, szerzetesek mondjuk korábban, volt bőjt? Nem kell odáig menni. Én <coughs> mutatok neked világiakat, olyat bőjtölnek te, hogy hú-hú. De ha. akkor így kollektíve nincsen, hanem így privát, aki választja, az böjtöl, aztán kész. Képzeld el, azt a kollektív böjtöt, meddig tartana? Hát nem, csak arra gondolok, mint most ugye itt a keresztény kultúrkörben ez a 40 napos böjt, ugye itt elég... Jó, gyűrű. nézd meg, hogy a 40 napos böjt alatt valójában mi történik. Meg kéne nézni azt, hogy te mit szeretnél lenni, és hogy benned mi eszik kettő együtt. És itt a döntés az, hogy szeretnéd-e etetni azt a karmát, ami benned van, vagy egy picikét úgy ki akarod belőle venni az energiát, és ha igen, meddig. Úgyhogy a bőjtnek nagyon sok értelme és rendeltetése lehet, de a puszta aszketizmus vagy a bőjtbajnokság, bajnokság, tudod, annak sem értelme nincs, mert egy ilyen nagyon lágyan lengedező, aztán keményen lerakódó énség lesz az eredmény, hogy én 21 napig böjtöltem. És mi volt az eredmény? Én, 20. Lát, köszönjük szépen, akkor valami egyebet kérem, mondjuk 21 napig, napi háromszori étkezés, hogy ne legyen ilyen véleményed magadról, vagy valami hasonló. Nagyon fontos azt látni, hogy a tudat az előbbre való. A dualisztikus gondolkodástól való tartózkodás az sokkal nehezebb, mint a dobos nemet mondani. Amikor a saját édes gondolkodásunkat, tüzes érzelmeinket, meggyőződéssel teli éjségünket... Nem etetjük, és ezzel nem etetünk másokat, akkor folytatjuk a tudat bőjtjét. Akkor megfelelő a gyakorlatunk. Hogy ehhez a test mennyi kaját kap, mennyit nem kap, ez másodlagos. Ne kapjon se túl sokat, se túl keveset. Túl kevés, ide megy föl minden energia, iszonyú nehéz lentartani a tanti ember. Túl sok elalszol, stb. 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 Egész más problémák vannak a tudatböjtje végső soron a saját önképeitől való megtartóztatás. Megtartóztatod magadat, hogy újabb és újabb énséget gyátsz le, hogy nem eszed meg a saját maszlagodat. Ez a legnagyobb a tudati böjt. Megköszönöm mindannyiunknak, hogy együtt végezzük ezt az elvonulást. Kellő fegyelemmel és kellő fókusszal, Megköszönöm azt, hogy a megfelelő táplálékot adjuk magunknak és egymásnak a jelenlétünkből, a tiszta tudatunkból, és megtartóztatjuk magunkat attól, hogy a saját illúzióinkat vagy másokét megegyük, és azonosuljunk velük. A felébredés útját járjuk mindannyian, és csak azt kívánom, hogy mindig ez a pillanat legyen tiszta. Köszönöm a közös erőfeszítést!